Tehát most afelé megy a világ, hogy gyérítsék a lakosság létszámát. És ehhez minden eszközt bevetnek már évtizedek óta. És ez most exponenciálisan felfokozódott az elmúlt időszakban. Tehát a gyérítés az azt jelenti, hogy minél többen halljanak meg. Oké? Tehát csak egy példát mondanék ezzel kapcsolatban, hogy egy rossz állapotú embernek az élete lerövidül. Tehát mit tudom én, mondjuk leviszik az embereket félelem szintjére, és nincs több 10 évüknél maguktól. Tehát nem kell semmit csinálni velük, csak leviszik őket félelem szintjére, és nem él tovább 10 évnél. Egy depresszió szintjére levitt ember, az még mélyebbre le van vive, ha leviszik depresszió szintjére az embereket, pár év, 3-4 év és meghal. Oké? És nem veszitek észre, hogy most ez folyik a világban. És az, hogy milyen hangulatú vagy, az nem a médiától függ, hanem tőled. Világos ez? És mondom, semmilyen más dologról nem kell beszélni, hogy mit tudom én, ezt csinálnak, vagy azt csinálnak, ezen túlmenően. Bőven elég, hogyha csak az embereknél elérik, hogy rossz hangulatúak legyenek. Hogy elérik, hogy féljenek. Tehát elérik, hogy féljenek, be se kell oltani őket, úgyis meghalnak. Hamarabb, mintha nem félnének. Sokkal. Érted? Sokkal hamarabb. Mondom, egy olyan ember, aki fél, nincs több 10 éve. Nincs több 10 évnél. És azért megnézed, a félelem a világban csökken vagy nő? Mondjuk az elmúlt években, de akár az elmúlt évtizedekben. Nőtt a félelem vagy csökkent? Tehát magyarul az emberek átlagosan jobb állapotban vannak, vagy rosszabb állapotban? Hát lényegesen rosszabb állapotban van, nézz körül. Hát ezért van az, hogy leviszik a jó emberek hangulatát, és akkor bemennek ilyen hangulatba, ilyen leszarom hangulatba, tudod. De tényleg, nézzetek körül. Nem lehet más mondani. Gondolkodtam, hogy milyen szót helyezek ennek elébe, de nem sikerült találnom másik szót. Mert ez van. A jó emberek ezt csinálják. Mint ha olyan tablettát szednének, amibe az vagy leszarom tabletta, tudod. Szó szerint. Nem csinálnak semmit. Azt mondják neki, hogy búgjál, mint egy tehén, akkor búg, mint egy tehén, érted? Vagy azt mondják, hogy béges, mint egy birka, akkor bége. Ha azt mondják, hogy tedd a nyakadat a tilóba, akkor berakja. Érted? Miért nem ezt csinálja? Hát ezt csinálják. Ébredjetek emberek, ébredjetek. Ez azért van ez az egész, hogy fölébredjetek. Ha nem ébredtek, akkor csipke rózsak álomból nem lesz felébredés. Érted? Sőt, utána halál jön.